Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Kondorosi önkormányzati hírekadását láthatják. Mai műsorunk tartalmából. Elsőként a kerékpárútfejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd, Békés-Szent András településeken című pályázathoz kapcsolódó kerékpáros szemléletformálás projektindító sajtótájékoztatójáról számolunk be. Másodikként megtekinthetnek egy riportot Ribárszky Péter polgármester úrral. Ezt követően a felújított városi sportcsarnok átadójáról tájékoztatjuk Önöket. Műsorunk második felében beszámolunk a városunkban dolgozó pedagógusok köszöntéséről, valamint riportot tekinthetnek meg a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény új vezetőjével Tokár Jánossal, aki tájékoztat bennünket a betyárnapokról. Végezetül pedig a Semmelweis napról számolunk be. Békés megye négy települése, köztük Kondoros is, a kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békés-Szent András településeken című TOP pályázaton 500 millió forint 100%-os támogatási intenzitású, visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ennek kapcsán projektindító sajtótájékoztatóval egybekötött program bemutatóra került sor a Petőfi István általános iskola tantermében. A megjelenteket Gyebnár Péter, a Körösök Völgye Naturpark Egyesület munkatársa köszöntötte, majd Ribárszky Péter polgármester, Herceg Tamás és Dankó Béla országgyűlési képviselők, valamint Brelázs János, Kardos község polgármestere, Molnár József Csabacsüd nagyközség polgármestere, Sinka Imre Békés-Szent András nagyközség polgármestere foglalta össze gondolataikat a fejlesztés kapcsán. Kérem, tekintsenek meg erről egy rövid összefoglalót. Az eseménnyel, a projektindító, illetve szemléletformáló eseménnyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy kiváló az időzítés. Azért kiváló az időzítés, mert ugye 2021-re fejeződik be ez az 500 milliós, félmilliárdos nagyszabású kerékpárforgalmi létesítményekkel kapcsolatos projekt, de a szemléletünket formálni, ami a közlekedéssel és a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos, mindig időszerű. A kerékpárforgalmi létesítmények, amelyek ugye 2021-re elkészülnek, azok részben kerékpársávot jelentenek, részben új kerékpárutakat, részben a meglévő kerékpárutak felújítását, egy nagyívű, nagyszabású terv, tehát az, amit a négy települést érinti. Én sok egészséget és a kerékpározáshoz jó kedvet és megfelelő szemléletet és balesetmentes közlekedést kívánok mindannyiunknak. Ugyan egy projektindítón vagyunk, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak a része, nem pedig a kezdete, hiszen sokan vagyunk itt a teremben, ha körbenézek, azok közül, akik tudják jól, hogy kb. 20 évvel ezelőtt egy nagyon komoly munkába kezdtünk a kerékpárutak fejlesztése kapcsán, hiszen akkor még szorvány kerékpárutak voltak, akár a 44-es számú főút mellett is, és volt egy olyan nagyszabású tervünk, egy álmunk, hogy lehetőség szerint kössük össze a 44-es mellett a településeket teljes hosszában kerékpárúttal. Munkával, összefogással sikerült elérnünk mára azt, hogy tulajdonképpen az állam ez megvalósulhatott, hiszen ez a kerékpárút már létezik. Mi egészen Békés-Szent Andrástól Gyuláig végig lehet kerékpározni a 44-es párhuzamosan. Azonban pontosan azért, mert évtizedek teltek el, egyes részei már ennek a kerékpárútnak nagyon rosszak, illetve amiatt, hogy hála Istennek egyre több embert látunk kerékpározni, akik járnak az utakon, azok láthatják azt és látják azt, hogy egyre több ember pattan nyerekbe, egyre többen szeretnek egészségesen élni, mozogni, és használják ki azokat a létesítményeket, amelyek megépültek az elmúlt időszakban. Hát emiatt is fontos, hogy a már használatban lévő, de kerékpározásra már annyira nem alkalmas szakaszokat mindenféleképpen újítsuk fel, illetve a használat során pedig kiderült az, hogy vannak még olyan útvonalak, amelyeket mindenféleképpen célszerű lenne bekapcsolni a kerékpáros útvonalak vérkeringésébe. Nagyon komoly források kerülnek felhasználásra egész Békés megyében, hiszen közel 8 milliárd forint az összeg, ami hasonló beruházásokra a megyében felhasználásra kerül. És itt a kettes számú választókörzetben is, amelynek érintett települései is itt vannak és részei ennek a konzorciumnak,
itt pedig közel 1,7 milliárd forint az az összeg, amelyből a kerékpáros fejlesztések valósulhatnak meg. Ez azt fogja eredményezni, hogy 8,3 kilométer új kerékpárút valósul meg a projekt keretében, 9,6 kilométernyi kerékpárút megújulhat, és valóban kijelölésre is kerülnek még kerékpársávok meglévő utakon, ami én azt gondolom egy nagyon komoly előrelépés lesz a mostani helyzethez képest. A konzorcium, az önkormányzatok, négy önkormányzat által alkotta konzorcium 500 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el kerékpárút fejlesztésre. A település fejlesztési operatív programból 100%-os támogatási intenzitás mellett valósul meg ez a pályázat, és még egy nagyon fontos információ, amire a képviselőtársak szintén utaltak, hogy azok a települések, akik most úgy döntöttek, hogy konzorciumba szerveződnek, és együtt megyünk neki ennek a pályázatnak, meg a megvalósításnak, ők a Körösföldi kerékpárút mentén fekvő települések, Békés-Szent Andrástól Kondorosig, de tudjuk, hogy ez a kerékpárút Békés-Csabán át egész Gyuláig tart. Tehát egy kerékpárút hálózatról beszélhetünk már, egy igen komoly hosszúságú kerékpárút hálózatról. Két település a konzorciumból, Csabacsüd és Kardos település volt az, aki a felújítás béli igényét jelezte a konzorcium vezető részére. Békés-Szent Andráson új kerékpárút épül, valamint a meglévő kerékpárút hálózatnak a felújítása fog megtörténni, és Kondoros az egyedüli település a négy település közül, aki csak új kerékpárútat fog építeni. Országos beruházás zajlik a megyénkben, aminek a jelenlévő települések mind haszonélvezői. Ez az M44-es gyorsforgalmi útnak az építése, ami hála Istennek olyan stádiumban van, hogy ebben az évben már forgalomba is lesz helyezve, megindul rajta a forgalom. A környékbeli településeknek felhajtási, a gyorsforgalmi útra való felhajtási lehetősége a mondjuk ilyen 10-15 kilométeres körzetből, hogyha ha azon belül gondolkozunk, akkor az csak Kondoros városon keresztül történhet. Ezért ez a 46-42-es számú útnak a forgalma feltételezhetően meg fog nőni, nem is kicsit fog megnőni, és ezen az úton kerékpározó kerékpárosok viszont a forgalom növekedés miatt még nagyobb balesetveszélynek lesznek kitéve, úgyhogy ezért gondoltuk úgy, hogy mindenféleképpen a Körösvölgyi kerékpárúthoz csatlakozva egy új kerékpár út építését határozzuk el, ami a Nagyszénási út, tehát 46-42-es számú út és az M44-es út, a gyorsforgalmi útnak a csomópontján átível, és egy viszonylag forgalmas, bocsánat, nem is forgalmas, hanem viszonylag sűrűn lakott tanyasor, a Kondoroson a Kecskesor, ahol az ott lakóknak a biztonságos hazajutását, vagy a városba jutását ezáltal tudjuk segíteni. Reményeink szerint az idei évben át fogjuk tudni adni a munkaterületet, ki fogjuk tudni választani a kivitelezőket, természetesen át tudjuk adni a munkaterületet, és megindulhat az építkezés. A projektnek a záró dátuma pedig 2021. január 3-a, tehát vélhetően a jövő évben már ezeken a felújított és újonnan épített kerékpárforgalmi létesítményeken fognak tudni kerékpározni a településünk lakói, valamint az erre közlekedő turisták. Nagyon örülünk, hogy részese vagyunk a konzorciumnak, hogy meg tudtunk egyezni. Kardos a felújítás, úgyhogy hisz nekünk építésre most nincs szükségünk, és mint egy 2,5 kilométeres szakasz meg fog ebből újulni, de itt a közúttal és a tervezőkkel beszéltük, hogy a közút is nyert támogatást, és valószínű Kardoson mind a 8404 méter hosszú szakasz fel fog újulni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és így biztonságosan el tudnak járni a kardosiak, akár Szarvasra, munkahelyre, Kondorosra, és a gyermekeinket is biztonságban érezzük. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy a kormány és az Európai Unió is támogatta. Bízom benne, hogy mi hamarabb megvalósul, és egészségesen is balesetmentesen fogjuk használni. Csabacsüd településen ugyan nincs 8400 méter kerékpárút, viszonylag rövid kerékpárút szakaszt gondozunk, kezelünk. 2583 méter hosszúságú a kerékpárút szakaszunk, ami Csabacsüd település
vonalában a 44-essel párhuzamosan található. Ez az útszakasz is évtizedekkel ezelőtt épült. 4 évvel ezelőtt volt lehetőségünk, hogy ennek a szakasznak a legrosszabb részeit sikerült kijavítanunk, de teljesen nem tudtuk tenni az egészet egy megfelelő aszfaltburkolattal, ugye az anyagiak hiánya ezt nem tette lehetővé. Én személy szerint nagyon örülök, hogy Csorcsű település is részese lehet ennek a konzorciumnak, és mi is benne vagyunk ebbe, nagyon jó csapattal dolgozhatunk együtt, mondhatom. Korábban Kondorosváros önkormányzatával, Kardossal, illetve Békés-Szent Andrással, jelenleg egy másik projektben is együttműködünk. Én azt hiszem, hogy a régió projektek megvalósítása garanciát biztosít arra, hogy ez a lehetőség most is megvan, meg lesz és sikeres lesz a végén. Békés-Szent András egy nyugati kapuja Békés megyének, és nagyon-nagyon fontos ráadásnak egy régen megálmodott terv az Eurovelónak része. Ami érdekessége volt a dolognak, hogy ez nálunk szakadt meg Békés-Szent Andrásnál, mert hiányzott belőle egy 300 méteres szakasz. Ez indított bennünket arra az útra, hogy nézzük meg, milyen pályázati lehetőségek vannak a top rendszerén belül, és hogy sikerült azért sok települést ilyen pontosan összehangolni, én ezt megköszönném Dankó Béla képviselő úrnak, mert igen-igen része volt benne, hogy a települések megtalálják a közös konzorciumi munkát, és összetudják ezeket a projekteket állítani, hiszen ahogy elhangzott, itt 500 millió forintos projektről van szó, és azért minden településnek az igényei megvannak, természetesen mindenki úgy kezdte, hogy 500 millió jó volna saját magának. Hiszen rengeteg-rengeteg olyan projektötlet van, amit meg szeretnénk valósítani. 1995-ben épültek kerékpárútjaink, tehát már igen-igen nagykorúak. Ebből kifolyólag természetesen az időjárás el is bánt velük, meg a különböző eróziós folyamatok. Így nagyon-nagyon rászorulnak a felújításra, úgyhogy mi is így emeltük be a maradék belterületi kerékpárútjainkat felújításra, bízván abban, hogy még inkább balesetmentes lesz, még inkább kellemesebb lesz a lakosság számára. Illetőleg nekünk nagyon-nagyon fontos, hiszen Békés-Szent András a turizmusáról ismert és híres, több mint 30 ezer vendégészakát töltenek nálunk turisták évente. Ennek alap követelménye már az, hogy a kerékpáros turizmus számára is elérhető, kényelmes, élhető legyen településünk. Én ezért tartottam nagyon fontosnak, és tartom nagyon fontosnak azt, hogy ez a kerékpárút hálózat épüljön, szépüljön, bővüljön, illetőleg az, hogyha valamit nem tartunk karban rendszeresen, akkor az még inkább tönkre fog menni. Tehát fontos az, hogy a karbantartási munkátokra is jusson idő, jusson pénz. És ebben van nagyon fontos szerepe annak, hogy tényleg itt összeálltunk konzorciumba. Mindenki megtalálta a számítását, úgy gondolom, hogy úgy álltunk fel az asztaltól, hogy minden így polgármester elégedett volt azzal, amit szeretett volna, hogy legalábbis én így érzékeltem, és nagyon örülök neki, hogy megvalósíthatjuk. A művelődési házból jelentkezünk, beszélgető partnerem Ribárszky Péter polgármester úr. Beszélgetésünk első apropója az, hogy kicsit megújult ez a terem. Beszélne nekünk erről, Péter? Köszöntöm a televízió nézőket. Valóban egy pici lépésekkel haladunk előre a egy-egy önkormányzati épület felújításában, és most az eddig tapasztalt külső megújításokat követően most a művelődési házat egy picit belülről próbáltuk megújítani és szebbé tenni. A felvételen látható, hogy képek kerültek a művelődési ház falára, és a képeknek, illetve a kihelyezett képeknek egy nevet is adhatunk, hogy Kondoros Annó, és egy állandó kiállítást láthatnak itt a kondorosiak, úgyhogy nem csak azokat is buzdítom arra, hogy jöjjenek be, amikor a művelődési ház nyitva van és látogatható, jöjjenek be, nézzék meg ezeket a képeket, hisz városunk múltjából, életeseményeiből, ikonikus épületeiből kaphatnak egy kis visszatekintést akik megnézik ezeket a képeket, és hogy miért kerültek ezek a képek a falra, azért, mert a művelődési háznak a keleti homlokzata egy viszonylag egyszerű kopasz fehér falfelület volt, ami csábított engem arra, hogy ide valamit el kellene helyezni, és egyszer jött egy isteni szikra és gondolat, hogy nagy régi kondorosi képeket tegyünk fel erre a falra.
elindultunk először az ötlet szintjén, majd a megvalósítás mezeire léptünk, és ez lett a végeredmény. Remélem, hogy sok gondorosinak fog ez örömet szerezni, és kedves emléket fog visszaidézni, amikor megnézik ezeket a képeket. A képek mellett a legszebb ötlőbb változás az az, hogy teljesen új bútorzattal szerelték fel a termet. Ezek milyen forrásból kerültek beszerzésre? Egy EFOP pályázat keretében szereztünk be a művelődési házba eszközöket, és mondhatom azt, hogy kicseréltük azokat a székeket és asztalokat, amiken még mi általános iskolásként ültünk itt a művelődési házba, és tapsolhattunk egy-egy ki mit tud előadáson. Tehát elég idejét múlt berendezése volt a művelődési háznak, de ez a pályázat, az EFOP pályázat, ami a Mezőberény Város Konzorcium vezető jóvoltából valósul meg, és ehhez csatlakozott városunk. Ez egy közel 70 millió forintos támogatást jelent a településnek, aminek egy kis és csekély és elenyésző része az eszközbeszerzés, amit ide koncentráltunk a művelődési házba, a nagyobbik része pedig a elmúlt képviselőtestület ülésen pont beszéltünk erről, az pedig a civil szervezeteinknek a támogatása. Ebből valósítanak meg a most is működő és most is folyamatban lévő nyári táborokat. Ez a nyári táboroknak a költsége, ez 3 éven keresztül, amik a civil szervezetek megkapnak ezen táborok lebonyolítására, ez több mint 20 millió forint. És akkor visszakanyarod egy picit az eszközökre, ami szintén ezen pályázatban került beszerzésre. 150 darab új szék, ami egy úgynevezett bankett szék, és kényelmes, strapabíró, és reméljük, hogy hosszú éveken keresztül fogja szolgálni az ide látogatókat. Valamint 30 darab szétnyitható és jól rakásolható, vagy egymásra rakható asztal, valamint 15 darab körasztal, hogyha éppen olyan rendezvény kerül megvalósításra itt a művelődési házban, ami igényli a körasztalt, akkor most már a gondorosi csárda körasztalhoz is be tud teríteni. Ami még itt meg fog valósulni, de most jelenleg még nem látjuk, 2 kamera kerül majd felszerelésre, a művelődési ház környezetét megfigyelő kamera, valamint lesz még projektor, a projektorhoz tartozó vászon, tehát tényleg elmondhatjuk, hogy egy picit gatyába ráztuk, vagy léptünk előre egy picit a művelődési házunk fejlesztésével. További folyamatban lévő beruházás, az alsós iskola felújítása, illetve annak ebédlője és konyhájának felújítása. Ez jelen pillanatban hogy áll? Hát mondhatom, hogy jól, és remélem, hogy már a végéhez közeledik a beruházás, hisz meglehetősen elhúzódott egyéb adminisztratív dolgok miatt, de a megvalósítás zajlik. Az Épcenter Kft. Volt az, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette az ajánlattételi eljárás során, és ővel megkötöttük a vállalkozási szerződést, átvették a munkaterületet, elkezdték szétverni a belső berendezéseket, burkolatokat, falakat, hisz lesznek új nyílások az épületben, belül lesznek olyan nyílások, amiket megszüntetünk, lesznek olyan terek, amiket egybenyitunk. Mondhatom azt, hogy hála Istennek jó ütemben haladnak, és mivel most nyári szünet van, a gyerekek nem igénylik, nem használják ezt a konyhát, ezért augusztus végére már teljesen berendezve, kifestve, kiburkolva ott fogja várni nem csak a felújított ebédlő, hanem a megújult, megszépült és felújított iskola is, az általános iskola alsó tagozatos gyerkőcöket, hogy birtokba vegyék, örömmel sajátítsák el a tudást és örömmel fogyasszák el az ebédjüket ebben a megszépült környezetben. De az igazgatóasszony is beszélt a tanévzáró ünnepség alkalmával arról, hogy a tanévnyitó ünnepséget az alsó tagozatos iskola udvarán fogják megtartani, tehát nem csak az alsó tagozatosok, hanem a felső tagozatosok és a hozzátartozóik is láthatják, szemügyre vehetik azt, hogy tényleg milyen változáson ment keresztül az iskola. Azt hiszem, hogy mostanában nem múlt el úgy műsor, hogy útépítésről nem beszéltünk volna. Szeretnék érdeklődni az ügyben, hogy jelen pillanatban hogy áll a belterületi utak építése. Belterületi útépítéssel is léptünk az idejében egyet előre, illetve mondhatom azt, hogy rajta vagyunk még azon az úton, vagy azon az ösvényen, amin elindultunk 2015-ben. Már lassan elérünk a falig, de még azért van tennivaló és van teendőnk. Az idejében elkészült a Petőfi utcának a szilárd burkolata, valamint a Jókai utcának a lebetonozása. Ezekben az utcákban a tavalyi évben készült el az útalap, tehát megfelelő tömörséget ért el ahhoz, hogy rá lehetett tenni kellő biztonsággal a betonburkolatot. Valamint itt azért azt tudniuk kell a kedves televízió nézőknek, hogy
attól, mert saját kivitelezésben történik és zajlik az útépítés a települési üzemeltető Kft. Belül. Ez nem azt jelenti, hogy a beton beszerzést azt ne kellene szabályozott keretek között szabályosan beszereznünk, tehát egy közbeszerzési eljárás kell erre lefolytatni, és a tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött betonbeszállítói szerződés még az idei évre áthúzódott, ezért tudtuk megcsinálni még most április magasságában ezt a két utcát, majd új közbeszerzési eljárás lefolytatását indítottuk el, már az idei évi betonozási munkálatokra, és ebből is át fog húzódni a 2020 évi feladatokhoz, vagy feladatok elvégzésére még a szerződésből. Az idei évben, amennyiben megkötjük a szerződést, és a Kft. Felkészül, akkor a Bem utcával fogjuk kezdeni a betonozást, hisz ott készült el a legrégebben az útalap, és ott fognak megindulni a munkálatok. Ezt követően át fognak jönni a 44-es északi oldalára, ott a Deák Ferenc utcának a két szakasza fog megvalósulni. Megvan a menetrend, és mindezek mellett viszont, ami egy fontos információ az ottakóknak és a pályázóknak, hogy azokban az utcákban, akik pályáztak és nyertesek voltak, minden utcában el fog készülni a kohós alakos útalap, és vélhetően jövőre fog befejeződni az útépítési program, amit 2015-ben indítottunk el, és aminek eredményeként több mint 10 km utat építettünk meg a városban. A mai napon van, az idei nyár talán a legmelegebb napja. Azt hiszem, hogy aki teheti, az a napközbeni időszakot hűvös épületekben tölti, és csak este merészkedik ki otthonából. Azonban azt tapasztalhattuk az elmúlt hetekben, hogy nagyon durva a szúnyog helyzet, alig lehet kimerészkedni, hiszen rettentően csípnek és hatalmas égető foltokat hagynak az ember testén. Felmerül a kérdés, hogy mit tesz ez ügyben az önkormányzat? Hát igazad van, Pisti, ezt mondhatjuk úgy is talán, hogy elég csípős a helyzet, mert a TV, rádió híradások is foglalkoznak vele, és tényleg egy eldurvult szúnyog invázióról beszélhetünk. Az elmúlt évek, vagy elmúlt évtized talán legsúlyosabb szúnyogfertőzésével állhatunk szemben, és tapasztalhatjuk, de ez nem csak Kondorosra igaz, hanem ez igaz a megye, de talán az ország valamely területére. Természetesen ennek az oka az, hogy májusban nagyon csapadékos volt az időjárás, majd ezután bejött egy robbanásszerű meleg, és a minden egyes pocsolyában álló vízben kikeltek a szúnyoglárvák, és ők viszont éhesek voltak, és megkeresték a megfelelő alapanyagot, hogy jól lakjanak. Természetesen ez feladatot ró az önkormányzatra, a katasztrófavédelemre, a kormányzatra is, mindenkire, mert valóban élvezhetetlenek a nyári összejövetelek, együttétek, kintlétek, nyári esték. Még úgy is, hogyha védekezünk ellenük és valamilyen szúnyogriasztószert használunk. Ezért önkormányzatunk már több éve csatlakozott Gyomendrőd város önkormányzat által vezetett konzorciumhoz, aminek pont az a célja és lényege, hogy azokon a településeken, ahol elhatalmasodik a szúnyog helyzet, illetve indokolt a szúnyogírtás, ott a katasztrófavédelem által indított szúnyoggyérítésen felül be tudunk avatkozni, hisz egy közbeszerzési eljárást folytatunk le konzorcium szinten arra, hogy egy vállalkozóval egy előszerződést kötünk arra, hogy a megrendelt tevékenység vagy szolgáltatási munka esetén ők elvégzik a földi, légi, kémiai, biológiai szúnyoggyérítést. Az idei évben már háromszor volt légi, kémiai szúnyoggyérítés, azonban ennek a hatása vagy hatásossága megkérdőjelezhető nem azért, mert nem végezték megfelelően a munkájukat a szakemberek, hanem azért, mert folyamatos az utánpótlás. Ebből most legutóbb hétfőn volt szintén egy repülőgépes szúnyoggyérítés. Reméljük, hogy ennek már lesz érezhető hatása, valami természetesen ahhoz, hogy csökkenjen a szúnyog létszám, ehhez kell, szükségeltetik az is, hogy az időjárás a szúnyogok szempontjából
gyérítés szempontjából kedvező képet mutasson, úgyhogy az önkormányzat, valamint a katasztrófavédelem is teljes gőzzel azon dolgozik, hogy ezt a csípős helyzetet normalizáljuk és megoldjuk. Tehát akkor arra számíthatunk, hogy a közelgő betyárnap valamilyen szinten szúnyogmentesen fog zajlani. Hogyan készültek erre a rendezvényre? Hát azt nem tudjuk megígérni, hogy teljesen szúnyogmentes lesz, de dolgozunk azon, hogy minél kevesebb számú szúnyog tegye tönkre az itt szórakozóknak az estéjét. Valóban július 13-án vagy 3-ára gőzerővel készülünk, megvannak a szerződéseink a főelőadókkal, amiket a televíziónézők már bizonyára tudnak, de amennyiben nem, mert ugyanis képviselőtestület ülésen is volt egy betyárnapi beszámoló, így az esti programok között megtalálhatják az érdeklődők Balázs Palinak a műsorát, de Péli Barna is szórakoztatni fogja a közönséget, és este főprogramként, mint ahogy szokott lenni, élő koncertként, például koncerttel fogja a Kártágó örvendeztetni a nagy érdeműt, majd ezt követően tűzijáték, diszkó, de a napközbeni programok, ha már így elkaptam a programajánlók sorát, akkor gasztronómiai programok, táncház, betyárkodás, lovak és minden egyéb, ami a betyárnaphoz hozzátartozik. Várjuk már a rendezvényt, és várjuk természetesen a kedves gondorosiakat és mindenkit, aki érdeklődik a betyárnapunk után, érdeklődik a betyárromantika, betyárkultúra után, valamint a városunk és településünk iránt. Várunk szeretettel mindenkit július 13-án Kondorosra. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, a tájékoztatást. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Kondoros város önkormányzata sikerrel szerepelt a TOP 3.2.1 kötőjel 16 kötőjel BS1 kötőjel 2017 kötőjel 49 azonosító számú önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson című a Sasváriné Paulik Ilona sportcsarnok fejlesztésére irányuló pályázaton. Így a közelmúltban sor kerülhetett az ünnepélyes záró rendezvényre. A projekt ünnepélyes átadásán tiszteletét tette és köszöntőt mondott Ribászki Péter, városunk polgármestere, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke. Következő riportunkban erről tudósítunk. Kedves jelenlévők, egy kicsit hagyj kezdjem azzal önöknek, hogy déjà vu érzésem van. Ahogy beléptem mind az előtérbe, akkor Gár Roland járási hivatal vezető úrral pont arról tárgyaltunk, hogy nekünk milyen, mondhatom, felvállalom nekem, milyen szerencsés érzékem van ahhoz, hogy kifogjuk a rekordokat egy-egy projektátadó, hőmérsékleti rekordokat egy-egy projektátadót illetően, hisz a legutóbbi projektátadónk pont decemberben volt, amikor egy vidékfejlesztési program keretében egy külterületi útfejlesztést adtunk át. Képviselő úr is jelen volt, akkor épp a hosszú sor egyik részén, egy színpadon diderektünk, mert épp zúzmara hullott a nyakunkba, olyan hideg volt, de hősiesen álltuk a sarat, és büszkék voltunk a fejlesztésre, és ezt ott kellett átadni. Hát így a nyár közelettével beletenyereltünk megint egy meleg rekordba, és szép időt fogtunk ki erre a projekt átadóra. És azért mondtam a déjà vu érzést, mert két évvel ezelőtt, 2017. május 31-én pontosan ugyanitt álltunk hasonló körben, és akkor is egy fejlesztést adtunk át, akkor a sportcsarnoknak a belső felújítására vonatkozó fejlesztést, amit egy hazai forrású belügyminisztérium által kiírt pályázatból valósítottunk meg, és Pogácsás Tibor államtitkár úr jelenlétében adtuk át a fejlesztést, ugyanitt álltunk. 2018. októberében egy energetikai projekt átadón voltunk jelen, akkor épp a település, korábbi település szolgáltató intézmény, most non-profit Kft.-nek a telephelyén adtunk át egy 4 épületes energetikai fejlesztést, ahol éppen akkor azt a zófordulatot használtam, hogy az önkormányzatunk elindult évekkel korábban és önkormányzati ciklusokra visszamenően elindult egy olyan energiatudatos úton, amin még mindig rajta vagyunk és haladunk előre. Ezt akkor használtam, ezeket a szavakat, és egy újabb állomáshoz érkeztünk, hisz egy újabb energetikai fejlesztést tudunk átadni a mai napon. Tehát a kondorosiak nagyon jól tudják, hogy a sportcsarnokunk épülete, és talán az iskolások, és természetesen az iskolai nevelők még inkább, hogy a sportcsarnokunk épülete, az mondhatom, hogy az építéstől fogva, kezdetektől fogva beázott. A küzdőtéren sok esetben, amikor nagy adagú esőzés volt, akkor
Volt, hogy vödröket kellett betenni, volt, hogy felmosóval kellett szaladgálni a takarítónőknek, és ez mind azért volt, mert az akkori kivitelező egy konstrukciós hibát vétett, és illesztési hibák miatt sajnos befolyt az eső. Ezért próbálta az önkormányzat korábban felszámolni ezeket a hibákat, de ezek csak tüneti kezelések voltak. Viszont most hála Istennek elmondhatjuk azt, hogy azzal, hogy födémszigetelést kapott az épület, le kellett szedni a régi tetőhéjazatot teljes egészében, megkapta a födémszigetelést, és egy vadi új, teljesen új tetőhéjazat díszlik most már a sportcsarnok tetején, ami hozzájárul természetesen ahhoz, hogy megszűnt ez a sok éves probléma, és nem fenyegeti a tetőszerkezetet olyan állagromlás, hogy veszélybe legyen a tetőszerkezete a sportcsarnoknak. Én szeretném megköszönni mindenkinek, elnök úrnak, képviselő úrnak, és mindenkinek, aki részt vett a projekt megvalósításában. Szeretném külön megköszönni a Gondorosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházási osztályának a munkáját, a kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek, tervezőnek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy egy ilyen szép fejlesztés valósulhatott meg városunkban. A gyermekeknek, a sportcsarnokot használóknak, sportegyesületnek pedig azt kívánom, hogy használják egészséggel ezt a fejlesztést, ezt a sportcsarnokot, vigyázzanak rá, hogy sok-sok éven keresztül a Sasvárinné Pauli Kilona sportcsarnok egy méltó helyszíne legyen a gondorosi sportszeretőknek, sportszervezeteknek, sportbarátoknak. Köszönöm a figyelmüket! Aki figyeli az eseményeket, nézi a híradásokat, hallja a híreket, az tudja jól, hogy a magyar kormány feltett szándéka az, hogy nagyon sok energiát és pénzt fektet abba, hogy Magyarországon a sportot fejlessze. Ennek több oka is van, nyilván maga a sportfejlesztés, szeretnénk sportos nemzet lenni, szeretnénk sportsikereket elérni, szeretnénk büszkék lenni a sportolóinkra, és ezzel a nemzeti büszkeségünket is növelni. De van egy másik, és talán még fontosabb célja is a sportfejlesztéseknek, mégpedig az egészség megőrzése. A magyar kormány úgy gondolja, hogy amellett, hogy egyre több forrást fordít az egészségügyre, egyre korszerűbb és egyre jobb ellátást nyújtó egészségügyi intézményeink vannak, és nagyságrendekkel több forrást fordítunk az egészségügyre, mint a korábban regnáló előző kormányok. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy sokkal fontosabb az, hogy őrizzük meg az egészséget, mint utána beteg embereket kelljen gyógyítani. Ezért fontos az, hogy minél több sportlétesítmény épüljön, minél több lehetőséget biztosítsunk a sportolásra, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Hála Istennek ezek a törekvések, ezek tulajdonképpen már most is sikerrel jártak, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy 2010-hez képest hogyan változott az igazolt sportolók száma, akkor láthatjuk, hogy több mint duplájára, 500 000-ra növekedett Magyarországon az igazolt sportolók száma. Vagy ha megnézzük a mindennapos testnevelés bevezetése mivel járt, ez mára azt eredményezte, hogy 1 200 000 gyermek minden nap sportol az iskolában. Ezek én azt gondolom nagyon-nagyon fontos eredmények, és nemzetközi visszhangja is, visszacsatolása is nagyon jó ezeknek a fejlesztéseknek, erőfeszítéseknek, hiszen ebben az esztendőben például annak eredményeképpen is, hogy nagyon szép és nagyon fontos infrastruktúrális beruházások zajlottak a sportban, általánosan nagyon sok sportágban, az azt eredményezi, hogy ebben az évben 120 nemzetközi versenyt rendez meg Magyarország, és ebből a 120 nemzetközi versenyből 4 kvalifikációs világbajnokság lesz, amelyen majd indulási jogot szerezhetnek a sportolók a 2020-as Tokiói olimpiára. Én azt gondolom, hogy ennél jobb visszajelzése nincs annak, mint hogy jó úton járunk, mind az élsportban, mind pedig a tömegsportban, az egészségmegőrzésben. Nagyon fontos és nagyon jó, hogy ezekhez a törekvésekhez a helyi önkormányzatok is csatlakoznak, hiszen Gondorosváros önkormányzata is mindig is és a jelenben is támogatja a sportot, odafigyel a helyi sportlétesítmények állapotára,
igyekszik ezt karbantartani, rendben tartani azért, hogy a helyben sportolni vágyóknak legyen lehetőség erre. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk itt Gondorosan azokra a létesítményekre, amelyek megépültek és a helyieket szolgálják, így erre a sportcsarnokra is. Itt egy picit áttérek akkor erre a mostani fejlesztésre a gondolataimban. Amellett, hogy nyilván nagyon fontos az, hogy a sportnak teret ad ez a létesítmény, de emellett egy oktatási intézményt is szolgál, és ezt úgy szolgálja, hogy az önkormányzat már a fenntartói jogokat átadta az intézménnyel kapcsolatban. Ennek ellenére nagyon felelősen gondolkozva úgy döntött, hogy még a saját forrásaiból önerőt is biztosítva, hiszen hallhattuk, hogy 7 millió forint önerőt hozzá kellett tenni ehhez a fejlesztéshez is. Tehát annak ellenére, hogy nem a város a fenntartó, ennek ellenére saját költségvetéséből önerőt biztosítva olyan fejlesztést hajtott végre, amely olcsóbbá teszi ennek a létesítménynek a működtetését, gazdaságosabbá teszi a működtetését, amely igazából majd a fenntartó kasszájában fog lecsapódni, de a felelősség az ott van, hogy a helyi gyerekeket szolgálja, a helyi embereket szolgálja ez a sportcsarnok, annak ellenére nem a város a fenntartó, ezért én azt gondolom, hogy jól döntött a város, amikor ebbe a fejlesztésbe belevágott. Én kívánom azt, hogy ez a sportcsarnok továbbra is szolgálja úgy a helyiket, mint eddig, legyen olyan kihasznált, mint eddig, legyen minél több egészséges gondorosi gyermek, minél több egészséges felnőtt váljon belőlük, és lehetőség szerint majd minél többen itt Gondoroson maradva segítsék ezt a várost és ezt az országot. Köszönöm szépen a figyelmet! 2013-ban kapta a Békés megyei önkormányzat és valamennyi megyei önkormányzat feladatul azt, hogy a területfejlesztési operatív programnak a szabályrendszerét kidolgozza, és annyiban új volt ez az egyébként uniós forrásból finanszírozott program, hogy az egyik első feladata a megyei önkormányzatoknak az volt, hogy megkérdezzék a települési önkormányzatokat, hogy milyen fejlesztési céljaik, milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Ez úgy gondolom most 2019-ből nézve, amikor hetente akár több ilyen átadón is alkalmammal részt venni, ez egy jó befektetés volt, mert ez a program alulról épült, mert megkérdezték a résztvevőket, megkérdezték a végfelhasználókat, és olyan pályázati kiírások születtek meg, amelyek valóban a települések érdekeit szolgálják, valóban a településeknek az igényeihez illeszkednek. Úgy gondolom, hogy talán ez az első olyan átadó, amelyen alkalmam van részt venni, amely energetikai felújítás és sportcélokat szolgál. Tehát ebből is látszik, hogy a TOP-nak ez a kiírása, ez az energetikai kiírása is számtalan célt meg tud valósítani. Azok a települések, amelyek jól terveztek, jól átgondolták a lehetőségeiket és az igényeiket, azok gyakorlatilag a teljes intézményrendszerüket fel tudják újítani ebből a programból. És úgy gondolom, hogy Gondoroson ez a cél ez megvalósult, hiszen Gondoros városa 9 pályázaton nyert eddig, hangsúlyozom eddig, a területfejlesztési operatív programban, és ebből önállóan csak Gondorosra eső fejlesztési forrás az 900 millió forint. Ez egy nagyon jó eredmény, és még nincs vége, hiszen vannak még olyan felhívások, amelyek meg fognak még jelenni, és vannak olyanok, amelyek még értékelés alatt is állnak. És hogy a kicsit megyei kitekintésről is beszéljek, csak az energetikai felújítások tekintetében 117 ilyen és ehhez hasonló projektet tudunk az önkormányzatokkal közösen megvalósítani 8,5 milliárd forint értékben. Tehát ennek most már lassan látható képe is van egy-egy településen, hiszen túl azon, hogy energiát takarít meg az önkormányzat vagy a fenntartó, rezsit takarít meg, a település képének a jelentős javulásához is vezet. Képviselő úr már beszélt arról, hogy milyen fontos sportcélokat fog szolgálni továbbra is ez az intézmény. Én ezt nagyon fontos célnak tartom, azért is, hiszen a 21. században egyre inkább felértékelődik az emberi erőforrás, felértékelődik a munkaerő, felértékelődik az egészséges ember, hangsúlyozom az egészséges ember, és ehhez ilyen és ehhez hasonló intézményekre, ilyen infrastruktúrára van szükség. Kívánom, hogy használják nagyon jó egészséggel mindezt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Gondolosváros önkormányzata szervezésében a közelmúltban pedagógus napi ünnepséget tartottak, melyen a városban dolgozó óvodapedagógusok, tanítók és tanárok lettek köszöntve. Füle Lajos, pedagógus. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eleltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával meg annyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, és bártán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni, és fogunk-e hát neked magunkban lélekszobrász a pedagógus? Tisztelt óvodai és iskolai, aktív és nyugállományú pedagógusok! Június derekán már tisztán érezni a nyár hívószavát, akár a most tomboló hőséget, akár a hamarosan kezdődő vakáció meg annyi színes, tarka ígéretét. Holnap utoljára szólalnak meg a csengők, az idei 2018-19-es tanév ezzel véget ér. Minden munkás, tevékeny időszakot az aratás, a betakarítás, vagy épp az összegzés zár le, és ez nincsen másként az iskolában és az óvodában sem. A naplókba, bizonyítványokba jegyek kerülnek, melyek egyértelműen mutatják az elmúlt 10 hónap tanulmányi eredményeit. Ám a valódi eredmény, a valódi siker, ahogy a pedagógus látja, nem mindig mérhető osztályzatokkal. Egy-egy osztállyal, óvodai csoporttal, diákkal együtt dolgozni, formálni egyéniségét, kísérni lelkének fejlődését a legszebb, de talán a legnehezebb emberi feladatok egyike. Az iskolai és óvodai munka ezen folyamat jegyében mára az oktatás és a nevelés egészen egyedi keverékévé vált. Sokkal másabb, sokkal összetettebb feladattá, és valljuk be, sokkal nehezebb, mint akár csak egy-két évtizeddel ezelőtt. És ha azt szeretnénk tudni, vajon milyen nyomot hagyott a lassan leköszönő tanév a diákokban, a jegyek mellett látnunk kell azt a fejlődést, azt a töbletet, amit nem a tankönyvek, hanem az önök pedagógusok személyisége képvisel. Hiszen az iskolai év a jövő nemzedékének elsősorban keretet, majd tudást, előrelépést, boldogulást jelent, míg a tanév során munkálkodó pedagógus pedig támaszt, példaképet és biztonságot hoz a szeptembertől június derekáig tartó szorgalmi időszakban. Példaképpé válni és példaképnek maradni nem egyszerű a mai világban. Nem egyszerű, hiszen az ingerekkel elárasztott és azzal idejekorán eltelő generációnak már a puszta figyelmét sem egyszerű felkelteni. Aki erre hivatásszerűen vállalkozik, az a szakmai felkészültség mellett kellő mennyiségű türelemmel, és nem utolsó sorban szeretettel teszi ezt. Most ezen a napon önök, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok előtt tisztelgünk. Önök előtt, akik mindezt felvállalták. Pedagógussá válni valami egészen különleges keveréke a döntésnek, a sorsnak és a hivatástudatnak. Talán egyik szakmára sem igaz ugyanis annyira, mint épp a pedagógus mesterségére, hogy az igazi szakember nem diplomával születik. Ahogy a régi, még a szervezett oktatás megelőző világban egy-egy kiemelkedő egyéniség körül csoportosult az ifjúság, úgy érzik ma meg a mai kor diákjai is az igazi pedagógust. A népszerű nevelőt ugyanis korán sem az adott tantárgy teszi felejthetetlenné, szeretetté, noha egyéniségével választott szakjának is nagy szolgálatot tesz, hanem sokkal inkább egyéniségével,
A bensőből fakadó hivatásszerű kisugárzás, amely által a jó pedagógus önmagát, tudását, egyéniségét adja át diákjainak. Mindannyiunk életét pedagógusok kísérték, kísérik, egyengetik önnön útkeresésünk labirintusaiban. Hiszen ahol a tankönyv már kevés, vagy esetleg szóhoz sem jut, ahol zilált gondolataink, ösvényt követő lépteink támaszt keresnek, akkor ott a pedagógus. Ma is éljünk, bár a nagybetűs élet bármely területén megkerülhetetlen a pedagógia, a tanító ember, a jövőt hivatásszerűen dajkáló nevelők, a nemzet napszámosainak alakja. Talán közhelyesen hangzik a munka kapcsán a jövőbe vetett hitről beszélni, ám a pedagógus pálya ezen a téren is egyedi. Ha valaki egy házat épít, úgy adja bele szívét, lelkét, hogy abba valaki majd egyszer beköltözik, és ott kényelmesen szeretne élni. De hogy ki ez a valaki, az építés szemszögéből, ez majdnem, hogy teljesen mindegy. Ám a pedagógus egy élet soha meg nem ismételhető kereteit és alapjait építi minden egyes gyermekben. Világot, világokat segít megszületni, álmoknak segít szányra kelni, és terveknek segít valósággá válni. Minden egyes tanuló egy külön élet, önálló érzés, egyedi gondolat. És ha már egy tanuló ekkora csoda, akkor képzelhetjük, hogy milyen értéket képvisel egy-egy osztály, vagy egy-egy csoport. Akkora értéket, tisztelt jelenlévők, amekkorát csak egyetlen ember vehet kézbe a formálás megalapozott ígéretével és szeretetével. Ez pedig nem más, mint a pedagógus. Tisztelt pedagógusok, engedjék meg, hogy mind magam, mind munkatársaim és Gondorosváros Önkormányzat képviselő testülete nevében köszönetet mondjak önöknek mindazért a lelkesedésért, elhivatottságért, kitartásért, mellyel társadalmunk, közösségeink jövőjén munkálkodnak. Az iskola egy-egy osztály önök által érhet és érik meg arra évről évre, hogy majdan vállára vegye és éltesse nemzetünk múltját, alakítsa jelenét és álmodja, majd építse jövendőjét. Ehhez a csodálatos vállaláshoz, munkájukhoz úgy is, mint egykori tanítvány, kívánok önöknek jó egészséget, sok erőt és kitartást. Isten éltesse valamennyiüket. Kedves kollégák, én is nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és régi álmom vált ezzel valóra, hogy Gondorosváros Önkormányzata is megrendezte számunkra ezt a pedagógus napi ünnepséget. Én tisztelettel megköszönöm jó magam és kollégáim nevében, hogy gondoltak ránk a mai napon, és megemlékeznek a pedagógusok munkájáról. Néhány gondolatot én is szeretnék megosztani a tisztelt jelenlévőkkel. A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéséhez elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékben ne roppanjon. S egy idő után elveszi mellőle a karót, s ettől kezdve aggódva figyeli, most már távolabbról, vajon olyanná nőtte fel, amilyennek szerették volna. A hajtásból felnőni nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzsel álljon, hogy megnyugtató, életet sugárzó legyen, felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészkedik, aki a csenevésznek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz, igen nagy felelőssége az iskolának. Szólnak dr. Koszenszky Richárd bencés szerzetes gondolatai, amelyek nagy pontossággal mutatnak rá a pedagógusoknak a gyerekek nevelésében betöltött nélkülözhetetlen szerepére és a vele járó óriási felelősségre. Mi magunk jól tudjuk ezt, hiszen nap mint nap szembesülünk a megállapítások igazságtartalmával.
Én magam is tisztában vagyok e mondatok súlyával, intézményvezetőként és szülőként is egyaránt. Mégis szükség van arra, hogy időnként emlékeztessük egymást ezt a hivatást választók munkájának fontosságára. Ezért ünnepeljük meg évről évre a pedagógus napot, hogy köszönetet mondjunk azért, minden nap azon dolgozunk, hogy tudásunkat a következő generációnak átadjuk. Egyik legfontosabb feladatuknak érezzük, hogy az itt élő gyermekek, fiatalok számára biztosítsuk a magas színvonalú, sokszínű, korunk kihívásaira reagálni tudó és piacképes oktatást. Ez minélkülünk nem menne, nem sikerülhetne. A jó pedagógus az életre, az emberi értékekre is neveli a gyerekeket. Ezért köszönetet mondok az egész éves, nehéz felelősség teljes munkátokért. És mivel hamarosan itt a tanév vége, bízom benne, hogy mindannyiunknak lesz alkalma kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait, és feltöltődve érkezünk vissza augusztus végén. Ezért kívánok sok sikert, sok erőt, hitet a következő tanévre minden pedagógus kollégámnak. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ebben a teremben. Nagyon jó, hogy együtt látni Kondoros majdnem összes pedagógusát. Egy picit külön köszöntöm a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsőde dolgozóit. Valóban ritkán vagyunk így együtt. Én mégis szeretném, ha most egy kicsit kibővítenénk ezt a kört, és gondolnánk azokra is, akik már sajnos nem lehetnek köztünk. Mint tudjátok, hatalmas veszteségeket szenvedtük el az elmúlt években intézményi szinten, hiszen három nemrég nyugdíjba ment dolgozónkat veszítettük el. Gondoljunk ezen a mai napon egy kicsit majd őrájuk is. Ahogy oldalra nézek erre a képre, azt veszem észre, hogy Kondoros város intézményei hatalmas állandóságot jelentenek a település életében. Az a mókuskerék, ami ott a gyermekek mögött látszik, az még ugyanúgy megvan. Az egyiket már el kellett bontanunk sajnos, mert az idő vasfoga eljárt, vagy megrágta, de ugyanígy áll még az óvodában, és ez jó, mert ez azt jelenti, hogy hosszú évek óta ezt az állandóságot az ott dolgozó emberek tudják biztosítani, mi pedagógusok. Én azt gondolom, hogy számtalan kihívással kell megküzdenünk. Az elmúlt években hatalmas változáson ment, tehát a köznevelés és közoktatás. Olyan változások ezek, amik új szerepvállalást kívántak meg a pedagógusoktól. Amikor intézményvezetőként, ugye nekem volt a feladatom az, hogy megismerjem elsőként azt, hogy mivel állunk szemben, és én fogadtassam el, vagy szerettessem meg a kollégáimmal ezeket a dolgokat. Elolvastam azt a szempontrendszert, amit megfogalmaztak velünk szemben, hogy mik az elvárások a jól teljesítő pedagógusokkal szemben. Akkor azt gondoltam, hogy ha mindennek eleget tudunk tenni, akkor szuperhősök vagyunk. És ezt így is gondolom egyébként, mert olyan széles spektrumon vár el tőlünk ez a rendszer teljesítményt, aminek nagyon nehéz megfelelni, de aztán megnyugodtam, mert ahogy a minősítések mentek az intézményekben, láttam, hogy a minősítésen átesett kollégák ezeknek megfelelnek, illetve nagyon jó pontszámokkal felelnek meg, ez megnyugtatott nagyon, és ráébresztett arra, hogy mi rengeteg elvárásnak meg tudunk felelni. Ugye nem csak ezeknek a szempontoknak kell megfelelnünk, ott van a partnereink, a fenntartónk, a szülők, és hát legfőképpen a gyerekek. És azt hiszem ez az egyik legfontosabb, ez az a kulcsa az egésznek, hogyha a gyerekeknek meg tudunk felelni, ha olyan környezetet tudunk biztosítani, ami mentén aztán ők fel tudják építeni az életüket, az nagyon jó. Mivel hogy ennyi elvárásnak kell megfelelni, ezért nagyon nehéz ez a szakma, és éppen ezért esik nagyon jól az ilyenfajta elismerés, amikor így összegyűlhetünk és érezhetjük a megbecsülést. Én azt is hatalmas megbecsülésnek érzem, hogy polgármester urat nem tudtuk lebeszélni a zakóról ebben a melegben. Nem várta el ezt a pedagógus társadalom Kondorosan, azt hiszem, de nagyon szépen köszönjük, mert ebből is érezhető, hogy mennyire ünnepi ez a mai nap. Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Pedagógusok tántegeződni szoktunk, ugye? És ez megtiszteltető, és nagyon örülök, hogy szót emelhetünk, illetve szót találhatunk egymással ilyen helyzetben is. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Következzen a pedagógus szolgálati emlékérmek átadása. Dobos Lászlóné 1987. december 1-től a Kondorosi Petőfi István általános iskola pedagógusa Budapestről tért haza, hogy szülőfalujában taníthasson.
Pályája kezdetén napközis nevelőként tanított, közben megkezdte tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar szakán. A diploma megszerzése után hosszú éveken át magyart, éneket és rajzot tanított a felső tagozaton, 4 alkalommal osztályfőnökként is tevékenykedett. Az elmúlt években magyar tanít, valamint napköziben is dolgozik. Lelkiismeretesen készül óráira, rendszeresen javította a tanulók fogalmazásait. Ösztönözte a gyerekeket, hogy olvassanak, versenyeken való részvételre buzdította őket. Számos versenyre készítette fel tanulóit, akik országos szinten is megállták a helyüket, öregbítve ezzel a Kondorosi Iskola hírnevét. Igyekezett lépést tartani a modern technikai eszközökkel, ezzel is színesítve az órai munkát. Osztályfőnökként nagy-nagy türelemmel, empátiával fordult tanítványai és szüleik felé, minden gyermekben igyekezett meglátni a jót, szépet. Kollégáival és az iskola vezetéssel együttműködött, segítve a mindennapi munkát. Példamutató családi életet él, 5 gyermeket nevelt fel, akik mindannyian helytállnak az életben. 40 év alatt végzett tanári munkája, pedagógiai elhivatottsága példaként szolgálhat az elkövetkezendő generáció számára. Kasik Pálné a Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1979. június 20-án szerzett tanítói oklevelet, 1978. augusztus 1-től a Kondorosi Iskola pedagógusa. Pályája kezdetén felső tagozaton testnevelést tanított, majd tanítóként dolgozott az alsó tagozaton, főként 3. és 4. osztályos gyermekek nevelője volt. Megbízható, munkáját pontosan, lelkiismeretesen, szakszerűen végezte. Munkája során az egyéni bánásmódot igénylő, tehetséges és hátrányos helyzetű SNI-s PTMN-es tanulók fejlesztését felelősségteljesen végezte. Osztályfőnöki tevékenysége példaértékű. Kirándulásokat, erdei iskolát, színház és mozi látogatásokat szervezett tanulóinak, illetve családi napokat, ahol szülőgyermek, pedagógus tartalmas perceket tölthetett együtt. Aktívan részt vállalt az intézmény feladataiban, mind a tanuló, mind az iskolai tevékenységek szervezésében. Településünk civil életében is aktív szerepet vállalt, több mint egy évtizedig a Kondorosi Szivárvány Mazsor egy csoport vezetője volt, aktív részvevője és szervezője a helyi szlovák klub programjainak. 40 év alatt végzett tanítói munkája, pedagógiai elkötelezettsége példaként szolgálhat az elkövetkezendő generációk számára. Most pedig felkérem Launyecné Tünyik Judit igazgatóasszonyt és Ribárszki Péter polgármester urat a díjak átadására, illetve természetesen a díjazottakat is, hogy fáradjanak ki. Kedves televízió nézők megszokhatták, hogyha egy intézmény élén vezetőváltás történik, mi arról beszámolunk. Nagy szeretettel köszöntöm Tokár Jánost, a Dércy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény újonnan megválasztott vezetőjét. Kérlek, János, mutatkozz be néhány mondatban.
Én is üdvözlöm a kedves nézőket, Tokár János vagyok. Egy főiskolai egyetemi tanulmányaimat Egerben, illetve Szegeden, a Szegedi Tudományi Egyetemen végeztem, történelmi és hittanszakos tanárként, ám az élet gyakorlatilag a közművelődés területére sodort, és 5 esztendőt töltöttem el a Nemzeti Művelődési Intézetben módszertani referensként, itt a Békés-megyei irodában, majd utána, amikor gyakorlatilag láttam a pályázati kiírást, hogy Kondorosra a szülővárosomba a közművelődési és könyvtári intézmény élére vezetőt keresnek. Akkor szerencsét próbáltam és beálltam a pályázatomat, és nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy a képviselőtestület bizalmat szavazott nekem. Így hát május 15-től vagyok most ennek az intézménynek, a Délczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a vezetője, és hát már gyakorlatilag az első naptól már május 15-től el tudtam kezdeni aktívan a munkát. Ha jól tudom, már van egy program, ami a te vezetésed, irányításod alatt zajlott le, ez a Szent Iváni program. Erről mondjál néhány szót, milyen volt így rögtön? Ahogy te is mondtad, ez volt az első program, ami végül is tisztán az én nevemhez kötődik és kötődött. Én úgy gondolom, hogy megtévesztenénk egy kicsit a tévénézőket, hogyha azt mondanám, hogy most először szerveztem én magam ezt a programot, ugyanis talán a tévénézők is már ismerettek engem korábban az ifjúsági műhely éléről, és gyakorlatilag én az ifjúsági műhelyel annak idején nem kezdtem el, hanem élesztettem újjá azt a hagyományt, ami korábban a könyvtárhoz volt köthető, ugye ez a Szent Iváni fáklyás felvonulás, így hát ezt az újra teremtett hagyományt már mint közművelődési intézményvezető tudtam tovább minden és tovább illeszteni. Annyiban könnyebbség volt nekem, illetve az volt az én nagy segítségem, hogy gyakorlatilag a kollégáim az elmúlt években már tapasztalatot szereztek ennek a rendezvénynek a megrendezésében, és gyakorlatilag az ő tudásuk, illetve a meglévő elemeknek egy kicsit újra gondolása az, ami segített ezt a mostani rendezvényt megcsinálni, ami az idei évben is szorosan csatlakozott a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület éjszakai fogadhajtó programjához, hiszen ugye maga a fáklyás menet az ott ért véget. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a szúnyogok túlárató sokaságán kívül más nagyon nem csípett bele ebbe a rendezvénybe. Azért egy sokkal nagyobb falat vár most rád, hiszen július 13-án megrendezésre kerül a Betyárnap. Szeretném, ha néhány mondatban tájékoztatnál minket az egész napról, és aztán majd részleteiben beszélgetünk az eseményekről. Igen, a Betyárnap, ugye ez volt a másik nagy volumenű kihívás, amivel május 15-én már szembesültem, hogy hát ez bizony már akkor nagyon sok feladatot adott nekem, és nagyon sok kihívást. Itt is meg szeretném köszönni azon partnereink, civil szervezetek, intézmények, mint például az óvoda is ilyen intézmény, akik már évek óta gyakorlatilag rutinosan tudják ezt a napot, illetve az ottani feladataikat szervezni és megvalósítani, hiszen ez nekem is nagy könnyebbség, és nagyon érdekes volt, hogy például a civil szervezetekkel, amikor első ízben összeültem, én megkértem őket arra, hogy mondják el, hogy mit szoktak ők csinálni ezen a betyárnapon, tehát ott még ők tájékoztattak engem arról, hogy mi szokott lenni a feladatuk, de ez is hozzásegített ahhoz, hogy átlássam jobban a dolgokat, és föl tudjam az egész betyárnapnak a menetét fűzni, építeni egy már évek óta megszokott sémákra, menetre, úgy, hogy abba azért az idő rövidsége ellenére is egy-két újdonságot tudjak majd becsempészni. Ahogy a programot olvastam, a legszembetűnőbb változás számomra a reggeli programindítás. Kérlek, hogy ezt vázolt fel nekünk. Kondorosiak megszokhatták, hogy reggel, ugye fél hétkor már van egy zenés ébresztő. Ez most is így lesz, és ami ugye az általad említett változás, az, hogy a reggeli ünnepi menet, az most gyakorlatilag 12:30-kor fog elindulni, tehát nem kora reggel vonul fel ez a menet, hanem 12:30-kor, és utána lesz majd délben gyakorlatilag az esemény ünnepi megnyitója. De ugye nyilván nem azt jelenti, hogy délelőtt nem lennének programok. 10 órakor hagyományosan kezdődik a pogácsa szaggatás és pogácsa sütés, de ezt megelőzi még 9 órakor már a gyermekeknek a horgász versenye a Varodai tónál, és hát már reggel 8-tól várjuk a benevezett termékeket különböző versenyünkre, ugye a házi pálinka versenyre, gyemek, szörpök, lekvárok versenyére, illetve ami most az idei évben novum lesz, az a vastag kolbászok versenye, ugyanis itt ugye a partnerünk, a Kondorosi Kertbarátok köre közösen találtuk azt ki, illetve jutottunk arra a konklúzióra, gyakorlatilag Kondoroson még mindig ilyen népszerű a disznóvágás, és nagyon sok helyen csinálnak kolbászokat, hát miért ne lehetne ezeket is megmérettetni. A
versenyek vonatkozásában azt még kihangsúlyozom, hogy a házi pálinka és a kolbászok a minősítésnek most egy újabb eljárása lesz. Ez pedig nem az első, második, harmadik helyezett kihirdetése, hanem az egyes termékek arany, ezüst, illetve bronz fokozatú minősítése. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal differenciáltabb értékelést tud majd maga után vonni, és nem kell rangsorolni azokat a termékeket, amik egyaránt ugyanolyan jók, és nem lesz a zsűri istán egy olyan nehéz helyzetbe, és így a termelők is egy közvetlenebb visszajelzést kapnak. Hogyan lehet jelentkezni ezekre a megmérettetésekre? Maga a versenykiírások szerepelnek ugyanúgy a Kondorosi Kábel Televízió csatornáján a hirdetések között, ott is meg lehet ezt tekinteni, meg lehet tekinteni a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézet Facebook oldalán, valamint hát szerte a településen ezek a plakátok már, hirdető plakátok már elhelyezésre kerültek. A benevezés az alapvetően ugye magával a termékkel történik, amit július 13-án szombaton reggel 8 és 10 óra között lehet elhozni a Kondorosi Csárda nádas épületének éttermi részébe. Ott fogja majd a zsűri is megvizsgálni ezeket a termékeket. Amit talán fontosnak tartok idén is kihangsúlyozni, ez a gyakorlat viszont évekre nyúlik vissza, hogy a benevezett termék egyben a nevezési díj is. Ezeket a termékeket, például a dzsemeket, lekvárokat majd a gyerekeknek fogjuk kiosztani, illetve a behozott kolbászok is majd a táborosztatás során kerülnek majd felhasználásra. Gondolom a közös főzés a megszabott keretek között fog az eddigiekhez hasonlóan működni. Kérlek, tájékoztass arról minket, hogy az elfogyasztott finom evét után milyen színes programokkal vártok minket. Maga a délután is rendkívül sűrű és mozgalmas lesz. Rögtön az ebéd után lesz majd Csángó gyermekek néptánc bemutatója, akik közeli településen táboroznak, és gyakorlatilag az ő táborzárójukkal követően lesz majd itt egy bemutatkozásuk. Ő utánuk 13 óra 30 perckor lesz majd néptánc bemutató, majd hogyha már megvan ez a táncos hangulat, akkor rögtön a néptánc bemutató után 2 órakor kezdődik az óvoda előtti téren egy táncház is, és hozzáteszem, hogy ez itt élőzenés táncház lesz, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ajánlani, ezt a programot. Nem kell megijedni, nagyon egyszerű moldvai táncokat fogunk itt majd kipróbálni. Ezeket a táncokat magam is próbáltam, aki abszolút nem tud táncolni, és nagyon-nagyon-nagyon könnyen megtanulhatóak, tehát én bátorítok mindenkit a részvételre. Majd még megy a táncház, párhuzamosan a színpadon is folytatódnak a programok. 2 órakor Herbály András és az Ózdi Betyárok bemutatója lesz majd a színpadon. Ők velük is találkozhattak már a kondorosiak a tavalyi betyárnapon. Most egy kicsit változtatni fognak a saját bemutatójukon. Más történelmi kontextusba fogják azt helyezni, úgyhogy tudnak újdonságot mondani, meg mutatni annak is, aki tavalyiben már látta őket. Ezt követően kerül majd sor a délelőtti versenyek eredményhirdetésére is, szintén a színpadon. Párhuzamosan a gyerkőcöknek lesz program a Betyár játszótér mellett, a tájház mögött. Itt lesz majd gyakorlatilag népi játszóház délután 14:30, illetve ezt megelőzően a Kacagó Báb Színház színészei mutatják be Egyszer volt Budán kutya vásár című előadásukat. Akik a délután folyamán később visszatérnek még egy Báb Színházi előadással, méghozzá 3 kis malaccal, ez pedig 17 órakor lesz majd látható. És akkor a népi játszóház mellett lesz még további programelem, ugye a Betyár Lézer ingyenes kipróbálása is. Színpadon a verseny kihirdetését fogja majd követni a Kondorosi Citera zenekarnak a bemutatója, majd ezt követően lovas betyárjaink fognak szintén egy bemutatót tartani ugye a színpad előtti téren. Hála jó Istennek tavaly nem volt ugye különösebb probléma ebből, és én nagyon kérem idén is a szülőket arra, hogy ilyenkor egy kicsit jobban szorítsák meg a gyerkőcök kezét, mert ugye ez egy nyílt terep lesz, és a gyerkőcöknek lehet, hogy sokszor hívogató az, hogyha a betyárok egy-egy pillanatra megállnak, és csábítóan foghatni nekik a tér egy-egy átrohanásra, de mivel ugye maga a műsor, a bemutató elemei pontosan másodperce így nem ismertek, tehát ez még így is igen balesetveszélyes. És ezért megkérem a szülőket, hogy itt azért tényleg figyeljenek oda a gyerkőcökre. És hát a lovasok bemutatóját meg majd az esti zenés program követi. Kérlek, avass be minket abba, hogy milyen fellépők számíthatunk az idén? Az idén 5 órakor fognak kezdődni a színpadi zenés műsorok. 5 órakor kezdődik Kiszei Róbert és Merényi Nikolett musical műsora, akiknek egyfajta meghívott előadójuk lesz majd a Barátok közből is ismert Gyednár Csekka, aki szintén velük együtt fog föllépni. Majd este 6 órakor Balázs Pali koncert lesz. Őt követi este 7 órakor Péli Barna
koncertje. Ezt követően 8 órától 9 óráig kerül majd sor a téglajegy sorsolásra, és itt a téglajegy sorsolás alatti rövid szünetet a Kártagó együttes ki fogja használni ahhoz, hogy fel tudjon pakolni a színpadra, és 9 órakor megkezdhesse saját műsorát, ami egy nagy koncert lesz, tehát a Kártagó most egy nagy koncertet fog produkálni, amit jó magam is egyébként nagyon várok, illetve ezt követően fog kezdődni az a nagyszabású tűzijáték, amit polgármester úr is már említett az óvodában nálatok tartott képviselőtestületi ülésen, majd az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan este 11:30-kor retro party lesz Olá Petivel és meghívott vendégeivel. Megszokhatták a Kondorosra látogatók azt, hogy nem csak távolról nézhetik a lovakat, a lovaskocsikat, hanem ki is próbálhatják ezeket az idén is lesz ilyen programelem? Így van, az idén is lesz ilyen programelem, a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület jóvoltából lesz majd délután városnéző sétakocsikázás, ez 2 órától lehet ezen a programon részt venni, illetve hát ugye lehet arra is számítani, hogy gyakorlatilag a nagy rendezvényi forgatagban egyszer-egyszer azért elsül egy-egy begyárpisztoly, itt ettől nem kell majd megijedni, ezek a pisztolyok természetesen ártalmatlanítottak és vaktölténnyel sülnek el. Itt a hanghatás lehet az, ami egyszer-egyszer kicsit összerezzentheti az ember, de én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen meg fogja adni a hangulatát. Úgy a lovasok, mind a lovak, mind a betyárok a 19. betyárnapnak. Nagyon szépen köszönöm az alapos tájékoztatást, kívánok sok sikert ehhez a rendezvény lebonyolításhoz, illetve azt gondolom, hogy megfelelő erőpróba ez egy kezdő intézmény vezetőnek, hogyha sikerrel tudja zárni ezt a rendezvényt. Ehhez jó egészséget és erőt kívánok neked. Köszönöm szépen. A Semmelweis napon, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén köszöntöttük városunk egészségügyi dolgozóit és az egészségügyet segítő munkatársakat, akik ma is hivatástudattal, lelkiismeretesen szolgálnak egészségügyi intézményeinkben. Zöld Attila, Semmelweis napi köszöntő. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken, hogy épp ma született s mentett anyai életet, hogy lett a mai nap az ünneped, megpihen egy pillanatra segítőkezed, és szemed is picit elmereng. Engedve, hogy a bizonyosság megerősödjön benned, mert magadtól sem kérdezted, csak tetted, amit érezted, hogy tenned kell. Nem várva dicsérő beszédet, csak teszed nap, mint nap, és tenni fogod holnap is, fáradtságot nem kímélve, mert a segítő jó szó, az őszinte biztatás, egy örökbeadott simogatás, hogy segítek, s majd nem fáj, hogy visszaadod a szemekbe a kristálycsillogást, a mosolyt, hozza az időtlen száguldást, ekkor érzed, varázserődben jársz, s téged a varázslat vesz körül, felejthetetlenül. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken, átsejlik egy hang, s te nyújtott kezed csendesen. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket a mai Semmelweis napi megemlékezésen és tiszteleten, a tisztelet napján. Én nagyon örülök neki, hogy szép számban elfogadták a meghívást erre a mai Semmelweis napi eseményre, amit Kondorosváros önkormányzat képviselőtestülete szervez meg az egészségügyi dolgozók tiszteletére. Jó magam és képviselőtársaim úgy gondoltuk, hogy ennek adjunk egy méltó keretet, adjunk egy olyan ünnepi lehetőséget, egy ünnepi alkalmat, hogy a településen jelenleg is az egészségügyért dolgozók, a múltban már most nyugállományú egészségügyi dolgozók együtt legyünk, együtt legyenek, tudjanak egy picit beszélgetni, és el tudjuk mondani szóban is, nem csak levélben, a levél sorait olvasva, hanem szóban is át tudjuk adni azt a hálát és azt a köszönetet, amivel tartozunk önöknek. Tisztelt egészségügyi dolgozók, aktív és nyugállományú orvosok, védőnők, gyógyszerészek, asszisztensek. Ma ünnepünk tehát. Ünnepeljük az önök munkásságát, eredményeit, erőfeszítéseit, valamint azt a hivatástudatot és lelkiismeretes szolgálatot, amit Kondorosért, valamint a kondorosi polgárok egészségének megőrzése érdekében tettek a múltban, tesznek a jelenben, és biztos vagyok abban, hogy tenni fognak a jövőben is. 201 esztendővel ezelőtt ezen a napon született meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, korának és szakterületének máig egyik legjelentősebb orvosa.
Munkássága gyökeres szemléletbeli és szakmai változások sorát indította el a hazai gyógyítási gyakorlatban, ezért örökségét mind a mai napig példaképként és szimbólumként őrizzük. Semmelweis életét és az egészségügyben szolgálatot teljesítők mindennapi küzdelmeit Márai Sándor gondolatai hűen tükrözik számomra. A szívóság talán a tehetség egy neme. Nem megalkudni veszély, nyomorúság, betegség, sikertelenség közepette sem. Minden nap mindent előről kezdeni, egy buldog, makacs erőszakosságával, céltudatosan, engesztelhetetlen következetességgel. Tisztelt jelenlévők! Ma 2019-ben orvosok, kutatók, gyógyszerészek, ápolók és asszisztensek tízezrei állnak helyt idehaza a betegségek gyógyítása megelőzése terén folytatott küzdelemben. Életünk során hosszabb, rövidebb ideig mindannyian bepillantást nyerhetünk az egészségügyi intézmények életébe, egy olyan világba, ahová a leggyakrabban mi magunk is a problémáinkat visszük, ahonnan segítséget és megoldásokat várunk. Adni, segíteni, megtartani, ezen szándékok irányítják mindazok életét, akik úgy döntöttek, hogy hivatásul az egészségügyet választják. Akár csak Semmelweis munkássága egykoron úgy tündököl az egyes ember életében, sorsában is, egy-egy orvos, ápoló munkája is. Páciensként mi ezen munkának csak egy jelképes szeletét láthatjuk, ám tudjuk, érezzük az egészségügyben eltöltött dolgos hétköznapok súlyát, pótolhatatlanságát. Emberekkel, személyiségekkel együtt dolgozni, azokat gyógyítva, formálva alkotni, pedig az emberi tevékenységek tagadhatatlanul az egyik legszebb, legnehezebb, de egyben a legnemesebb formája is. Orvosként, ápolóként dolgozni, tehát igencsak egyedi keveréke az emberi és szakmai felkészültségnek. Olyan vállalás, amellyel önök, tisztelt egészségügyi dolgozók, tudásuk mellett lelkük, önmaguk egy darabját is felkínálják embertársuknak, támaszul az egészségért folytatott küzdelemben. Mert amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt. De amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielőbbi gyógyulás foglalkoztat bennünket. Így ahány ember, annyi történet. Akár orvosi, akár lélektani szempontból nézve. És ezek a történetek ott a kórházakban, a rendelőintézetekben, a betegágyak mellől térhetnek vissza a társadalom sodrába, a gyógyulás, a továbblépés megnyugtató tudatával. Mindenki életében meghatározó egy-egy ilyen epizód. Ám igazán megköszönni, elmélyülni mindabban, amit önök tesznek rohanó világunkban, csak igen ritkán adódik alkalom. Szóljon hát erről a köszönetről, a háláról, a tiszteletadásról ez a nap, mert az önök folyamatos helytállása, kitartása, együttérzése és mosolya nélkül sajnos a mai egészségügyi ellátórendszer csak egy silány, lelketlen nagy üzem lenne. Mind jó magam, mind Gondorosváros önkormányzat képviselőtestülete és kollégáim nevében köszönöm önöknek, hogy őszinte odaadással, áldozatos, gyógyító munkával, hivatástudattal és emberséggel segítenek hozzá minket az egészségesebb, emberhez méltó élethez. Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánok. Isten éltesse valamennyiüket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Most pedig felkérem Kozák Évát és Spisiak Dománt, hogy adják elő Vittorio Monticciarda című világhíró zeneművét.
Köszönjük szépen! Tisztelt vendégeink! Kondoros Város Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy Semmelweis nap alkalmából elismerést ad át Kondoroson hosszú évekig szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozó részére. Több évtizeden át végzett kiemelkedő védőnői munkája, életútja és a település lakói egészségmegőrzésében játszott szerepéért tisztelete és megbecsülése jeléül Labát Pálné, Rózsika néni védőnőt elismerésben részesíti. Labát Pálné 1935. szeptember 21-én Nagyszénáson született, ahol iskolai tanulmányait is végezte. Az orosházi Táncsics Mihály gimnázium második osztályának elvégzése után úgy érezte, csecsemőkkel és gyermekekkel szeretne foglalkozni, így tanulmányait Szegeden, az állami védőnő képző iskolában folytatta. Sikeres vizsgái után Mezőkövesdre, az első munkahelyére helyezték. Házasságkötését követően 1956. május 1-től Kondoroson folytatta munkáját körzeti védőnőként dr. Klúcsik Lajos körzeti orvos, dr. Lord Gyula gyermekorvos és Sárika doktornő mellett. 36 év alatt rengeteg csecsemő felcseperedését látta és fiatal édesanyját gyermekeinek gondozását segítette szeretettel, legjobb szaktudásával bel- és külterületen egyaránt, a mindenki által Rózsika néninek ismert védőnő. 1990. december 31-én vonult nyugállományba, azóta megérdemelt pihenését tölti családja körében. Jelenleg unokáját látja a jó tanácsokkal, ezzel segítve dédunokája fejlődését. Megkérem Labát Pálné Rózsika nénit, hogy fáradjon ki az elismerés átvételéhez. Önök a Kondorosi Önkormányzati Hírek adását láthatták. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!